Babarczi Eszterrel folytatjuk, aki sorozatba kezdett, amelynek egy darabjáról beszélünk mi most itt majd. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És amelynek az a címe, hogy Orbán nem tette sikeresebbé Magyarországot. Tehát erre most nyilván többen, akik Orbán hívei felhördülnek, hogy dehogy nem is, hát mihez képest. De hát itt számtalan szempont van, amiből nézve vizsgálja azt, hogy miről is beszélünk igazán, és azok szempontok ezek szerint azt mutatják, hogy Orbán kudarcra van ítélve? Mert ugye ez a második mondata. Igen, minden mutató, amit szociológusok szoktak nézni, ugye arról szól, hogy a magyar társadalom borzasztó állapotban van. Tehát körülbelül 30%-a az embereknek annyira szegény, hogy a mindennapi betevője is problémát okoz. És ez önmagában nem volt példátlan mondjuk a rendszerváltás után Romániában vagy Bulgáriában, de ott egyre csökken ezeknek az aránya. Itt pedig így bebetonoztuk a szegényeket a szegénységbe, nem tudnak onnan kijönni. Ez egy országnak nagyon rosszat tesz. De mondok egy másikat, amire a legbüszkébb úgymond a kormány, hogy a munkahelyteremtés ugye elvileg munkahelyhez juttatta volna a magyar állampolgárokat, hát ez merő szemfényvesztés. Ugye tudjuk, hogy ezek a statisztikák attól lettek jobbak, hogy a közmunkát bevezették munkagyanánt. Valójában az a helyzet, hogy továbbra is az a 2 millió ember tartja el az összes többit, aki a privát szektorban dolgozik. Hogy mondjam, vegyek még egy példát. A családbarát kormánynak tartja magát ez a kormány. Én megnéztem a számokat. Gyakorlatilag alig változott, még a bokros csomag előtti állapothoz sem értünk el a gyerekszám tekintetében. Tehát az emberek továbbra se akarnak gyereket szülni, mert félnek a bizonytalanságtól, mert úgy érzik, hogy nem arról van szó, hogy a nők karriert akarnak, amit most ugye a KDNP próbál valahogy megideologizálni. Nem erről van szó, Magyarország tényleg családcentrikus ország, és én ezt nem is tartom bajnak. Arról van szó, hogy egy második gyerek elvállalása azt jelenti, hogy bíznom kell abban, hogy általában az apja képes lesz fenntartani ezt a családot még 4-5 évig. És az emberek nem tudnak már ebben sem bízni. De én azt gondolom, hogy az egész, ha valami tartja a helyén az Orbán kormányt, az egyrészt az alternatíva hiánya, erről sokat beszélünk, másrészt pedig az, hogy fenyegetésre épít. Tehát mindig van valaki, aki halálos fenyegetés jelent a magyar nemzetre nézve, és ilyenkor az emberek, akik amúgy is már annyira hozzászoktak a létbizonytalanságtól, és annyira nem tudnak még egy stressz helyzetet elviselni, ilyenkor elhiszik, hogy ez a kormány megvédi őket. De nem ettől van igazából rossz helyzetben a társadalom. Ugye van két dolog, amit most itt konkrétan megemlített, az egyik a 30%-os mély szegénység, akiket ott hagyott az árokparton, szokták mondani az Orbán kormány, nem is számol velük, ők úgysem mennek el szavazni, úgysem választók, mindegy. És akkor ott van a 70%, amelyikkel kezdeni kell valamit, őket pedig állandóan stresszben tartja, hogy most akkor milyen problémáid lehetnek, ha én nem védelek meg. De hát megvéd. Tehát szeretem. Aki megvéd, azt szeretem. És állandóan azt hallom, hogy én meg vagyok védve. Hát csak addig szeretem, míg rá nem jövök, hogy a gyerekeimnek mind külföldön kell pénzt keresniük. Csak addig szeretem. Tehát azért lehet látni, hogy Magyarországon ugye azért nincs nagyobb ellenállás, mert ennyiben azt lehet mondani, hogy a Kádár korszak jobb környezetet teremtett az ellenállásra, mert nem tudott elmenni az. Ugye most jelenleg magyarok 100 000-ei hagyják el az országot, a legjobban képzettek a fiatalok, azok tényleg értenek valamihez, és itt maradunk, ugye a mély szegénységben születik a legtöbb gyerek, ezekkel a gyerekekkel senki nem foglalkozik. Tehát analfabétaként hagyják ott az iskolát, ő belőlük kellene ugye ezt a bizonyos munkaalapú társadalmat megteremteni. Én nem látom ennek még az első lépéseit sem tette meg a kormány. Tehát ez egy önmagába beomló rendszer, ami lehet, hogy még amíg az európai pénzek jönnek, ugye, mert hát azért európai pénzekből élünk, addig fönn tudja tartani magát, mert mindig oszt egy kicsit
főtér felújításra, meg erre-arra, és akkor lecsurog valamennyi pénz, valamennyi kis munka vidéken szegényebbek számára, nem csak a klientúrának, de hosszú távon, amikor nincs amerikai pénz, amikor nincs nyugdíjmagyon, hogy fognak ezek a úgymond nagyszerű, sikeres magyar vállalatok megélni? Hát 2019-20-ig ki kell osztani az Európai Uniós pénzeket, ez a doktrina most a kormány részéről, ugye elméletileg 21-22-ig lenne erre lehetőség az Európai Uniós mechanizmusban. El tudja képzelni, hogy nincs arra elképzelés, nincs arra ötlet, hogy mi lesz 2020 után? Igen, én azt látom, hogy elképzelés és ötlet arra van, amit ők úgy hívnak, hogy a magyar középosztály megteremtése, és ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy feltőkésítjük a barátainkat és barátaink rokonait, meg saját rokonainkat. Ez valóban, ha úgy tetszik, a magyar tőkés osztály megteremtése, mert vannak emberek, akik milliárdok fölött rendelkeznek. De a választás győzelmére elegendő tömeg lesz az, amelyik gazdasági függésben van a kormányzattól? Elég ez ahhoz? Én attól félek, hogy még egyszer mondanám azt, hogy az emberek nagyon félnek, rettegnek a bizonytalanságtól. Tehát Orbán sugároz egyfajta biztonságot. Ez egy hamis biztonság. Ez 15 éven belül össze fog omlani, katasztrofához fog vezetni, a nyugdíjrendszerről ne is beszéljünk. De ez a hamis biztonság még mindig jobb, mint annak az emléke, ami utoljára baloldali kormányok alatt történt, hogy káosz van. És ezért, ez a sikere, ez a sikerélményének a lényeg, nem az a lényeg, hogy jobban élnek, nem élnek jobban az emberek ma. Tehát akármit megnézünk, rosszabbul élnek, vagy ugyanúgy élnek. Aki becsatlakozik a klientúrába, de hiszen ezt ismerjük már a Kádár rendszerből, annak meg lesz a kis nyaralója, meg a kis jobbfajta autója. És az a baj, hogy ezt a Kádár rendszerbeli mentalitást, ami, ha úgy tetszik, egy szolgalelkű mentalitás, ezt próbálja meghonosítani Magyarországon Orbán Viktor. Hát egyáltalán eltűnt ez a gondolkodásmód, ki tudja ezt. Illetve hát voltak éppen, ön tudja, mert hiszen arról ír, hogy a liberalizmus is hogy eltűnt, és hogy az, amit liberálisnak neveztünk, abból mi lett, illetve hogy ma már visszatekintve például Antal József egyfajta liberalizmust jelent a jelenlegi polgárinak mondott kormányzással szemben? Feltétlenül. Tehát én részben önkritikusan is úgy érzem, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy lássuk, hogy egyrészt a liberális erők, most nem feltétlenül az SZDSZ-re gondolok, nyilván az definiálta így magát, de sok ember tartotta magát liberálisnak. Nem néztek szembe, nem látták igazán azt a gazdasági katasztrófát, ami oda vezetett, hogy kialakult egy hatalmas munkanélküli réteg, akik közül a nők főleg elmentek rokkannyugdíjba, tehát ez egy eltartott réteg, az államnak el kell tartania, és tulajdonképpen ez a leszakadt réteg újra és újra és újra termelődik. Nem mindig ugyanazok a családok, mert van, aki ki tud jönni belőle természetesen, meg hát újabb generációk nőttek fel, de mégiscsak az a helyzet, hogy nagyon sok ember, csinálok kutatásokat, kérdezgetjük az embereket, hogy hogy élték meg a rendszerváltást, és így tovább, és aki mondjuk középfokú végzettségű szakmunkás volt, most nyugdíjas, azt mondja, hogy hát mindent elvettek tőlem, semmim nem maradt. Hát ez is egy generációs élmény. Ez egy generációs élmény, de nem figyeltünk oda erre akkor, mert mi eufóriában. Én magamról azt tudom mondani, hogy eufóriában éltem, és nem értettem meg, hogy a politikai szabadság az nem ugyanaz, mint egy működő demokratikus társadalom, ahol az embereknek ahhoz, hogy a jogaikat gyakorolni tudják, kell, hogy tudják, hogy jövő héten miből fognak enni. Egy sorozatot ír, mi lesz a következő? Most a következőben a gyermekvállalás problémájával, mert ugye most az aktuális lett hirtelen a KDNP legújabb ötleteivel, azzal szeretnék foglalkozni. Talán majd még lesz módunk beszélni is róla. Köszönöm, hogy eljött hozzá. Én köszönöm.